Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Az elmúlt napokban Karcagváros polgármestere Szepesi Tibor és a térség országgyűlési képviselője F. Kovács Sándor bejárták a városban befejezett, illetőleg folyamatosan levő beruházásokat és fejlesztéseket. Ahogyan a polgármester elmondta, nem lehet bejárni a településen folyó összes beruházást, hiszen több van folyamatban, néhányra azonban sor került. Az egyik, ahol most is állunk, a rendezvényközpont, hiszen eltelt néhány év az átadás óta. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan funkcionál az épület, kell rajta valami változást eszközölni, illetve nyilván valami karbantartási munkálatok is előjönnek ilyen használat után, mert hogy azért eléggé le van terhelve a rendezvényközpont, és ezt örömmel mondom, hiszen egyre többen használják és veszik igénybe a szolgáltatásait. A másik ilyen, amely nem régen fejeződött be, és még a műszaki átadás teljesen nem történt meg, ez a szélmalmi fogadóház, illetve a környékének a rendbetétele, amellyel együtt természetes, hogy maga a szélmalom is megtekintésre került, hiszen ott is elvégeztünk állagmegóvó intézkedéseket, de úgy látjuk, hogy folytatni kell ezt a munkát a szélmalmon is. A szélmalmi fogadóház viszont tökéletesen elkészült, köszönhetően a kivitelezőnek, szerintem nem soká meg fog történni az üzembe helyezése is. Pályázati forrásokból, ugye toppos pályázatokból, és pontosan ezért is nézzük meg, hiszen a toppos pályázatok határideje ebben az évben lejár. Tehát minden olyan pályázatunk, amely ilyen forrásból valósult meg, előbb-utóbb fenntartási időszakba fog lépni, mint ahogy a rendezvényközpont is, tehát folyamatosan figyelni kell, azokat az állagmegóvó intézkedéseket meg kell tenni. Az idősek otthona meglátogatására is sor került. Ez egy jelenleg is folyamatban lévő átalakítás. Egy része az a műszaki tartalom, amelyet meg lehetett nézni, hiszen a konyha már elkészült. Az idősek otthona még egy folyamatban lévő fejlesztés, átalakítás. Annak egy része az a műszaki tartalom, amelyet meg tudtunk nézni, hiszen a konyha elkészült, és ez a legfontosabb része, hiszen nagyon sokan várják azt, hogy újra onnan tudják hordani az ebédet, újra oda tudjanak menni ebédelni. Én azt látom, hogy ha a szakhatóságok is elfogadják ezt a fejlesztést, ezt az átalakítást, a bővítést, akkor nem sokára elkezdődhet a konyhának a működése. A továbbiakban a Barna mező környezetében lévő beruházások kerültek bejárásra, a játszótér, a Kondi park, valamint a Rónai malom épülete.